Az öreg hegyen már láthatóak az elszállításra váró lomok a házak előtt. Itt már elkezdődött a lomtalanítás, és ahogy más városrészekben is, a Deponia Kft. Minden lakót értesített. A családi házas övezetekben úgy történik, hogy személyesen postaládába bedobálva adunk ki tájékoztatót, még a több házas részeken pedig a közös képviselőket értesítjük, és onnantól már az ő felületük az, hogy értesítsék a házaikat, lépcsőházaikat, lakosaikat. A kertházas övezetekben szeptember 13-ától 30-ig gyűjtik a lomot minden hétköznap. Tömbházas övezetekben október 1-től 26-ig történik ugyanez. A lomtalanítás során a napi szemétszállítás keretein belül el nem szállítható darabos hulladékot, bútort, háztartási gépeket, dobozokat, ruhaneműket és egyéb lomokat térítésmentesen szállítják el. Amit nem viszünk el, tavaly évhez hasonlóan, ugye a veszélyes hulladékot, tintapatronokat, festéket, olajakat, tovább építési bontási törmeléket, teherautó, traktor, gumiköpenyeket nem viszünk el. Olyan hulladékot, amit emberi erővel nem tudunk megmozgatni, valamint ugye kommunális jellegű hulladékot. A lomtalanítással nem viszik el a zöld hulladékot és az elbontott gépjármű karosszériát sem.